A görögországi Lesboszra utazott vasárnap Ferenc pápa. A szigeten lévő menekült tábort 2016-ban egyszer már meglátogatta a katolikus egyházfő, és ezúttal is a befogadó állomáson lévők miatt érkezett Lesboszra. Örülök neki, hogy a pápa erre a szigetre látogat. Sok reményt fog közvetíteni a táborban élő menekülteknek, akkor is, ha muszlimok, és akkor is, ha keresztények. Abban hiszünk, hogy a pápai látogatás után a táborban élő menekültek helyzete változni fog. Sokkal jobb lesz, mint most, mondta egy kongói férfi. Ez egy nagyon fontos dolog, főleg azoknak, akik már 2 éve itt vannak Lesboszon. Nagyon fontos, tette hozzá egy nő, aki szintén Kongóból érkezett. Ferenc pápa a migránsokkal kapcsolatos szolidaritásról is beszélt II. Jeromos aténi pátriárkával. Megfogalmazása szerint Európát szétfeszíti a nacionalista egoizmus. Az 1054-es egyházszakadás óta Ferenc pápa mindössze a 2. katolikus egyházfő, aki Athénba látogatott. Az első még 2. János Pál volt, aki 2001-ben utazott a görög fővárosba.